Amikor egyetemi tanárra nevezték ki, ő volt a legfiatalabb professzor a Budapesti Műegyetemen. Jóval korábban majdnem ott hagyta a fazekas gimnáziumot az első év után, nem érezte ott jól magát. Matematika tanára javasolta, hogy tegyen még egy próbát a második évre. Szerencsére megfogadta a tanácsot. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a zenei szerkesztő Bögös Henriétta nevében is. Sályi András vagyok. A Kvaterka mai vendége Simon Ferenc fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fizika tanszékének a vezetője. Ahogy itt ülünk, Simon Ferencnek a szobájában, előttünk van egy furcsa valami az asztalon, ami rögtön föltűnt nekem persze. Valójában ez micsoda? És akkor talán el is helyezzük, hogy hol is vagyunk, meg miért is. A Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi Karának a fizika tanszékén vagyunk, ez egy kellően hosszú név volt, de lényegében arról van szó, hogy mi vagyunk azok, akik a Műszaki Egyetemen fizikával foglalkozunk. Mi oktatjuk a mérnök hallgatókat, illetve vannak saját fizikus hallgatóink is. És ez a furcsa cső, ez nagyjából úgy néz ki, hogy képzeljenek el egy ilyen 50 centi hosszú üvegcsövet, az átmérője mondjuk 8 centiméter, és akkor vannak rajta ilyen furcsa madzagok, meg mi ez? Igen, ez ugye adódhat a kérdés, hogy ez pont az interjú miatt, ez direkt ide raktam, hogy felkeltse a figyelmet, de ez teljesen véletlen. A dolgozószobámra ez jellemző, hogy mindenféle ilyen kütyüket találunk. Ez éppen egy úgynevezett kisülési cső. A kisülési cső ez nem más, mint az, ami az a hagyományos fénycső, ami általában sok helyen ugye a fényt adja. Ezzel középiskolások számára tudomány népszerűsítési céllal szoktunk demonstrációkat végezni, és most ez ennek egy ilyen régebbi prototípusa, és kicsit szeretnénk ezt fejleszteni, és ezért most épp nem volt már máshol hely, csak a szobámban ennek. Azon gondolkoztam közben, hogy miért nem lett mérnök. A mérnökök vannak úgy, hogy ilyen-olyan eszközök az asztalon is szerelgetik és egyebek, és ráadásul biciklivel jöttem ide Önhöz, és defektet kaptam, és beszéltem telefonon, hogy késni fogok, és visszért egy SMS-t, hogy ha van belső, akkor megszereljük. Ehhez nem kell mérnöknek lenni, hogy megszereljük a biciklit. Három gyerekem van, úgyhogy ott bőven akad szerelni való. De egyébként mérnök lettem, tehát a Műszaki Egyetemnek, amikor még én végeztem, akkor az úgynevezett mérnök fizikus szakán végeztem, és most már ezt csak fizikus szaknak hívjuk, de én azért örülök, hogy a Műszaki Egyetemre kerültem, és igazából ezt szoktam mondani ismerősöknek is, hogy nekem ez egyetlen munkahelyem volt Magyarországon 1992 óta, 24 éve most már, voltam külföldön néhány évet, de egyébként én minden szálon a Műszaki Egyetemhez kötődöm. Na de ilyenkor az emberek nagyon könnyen kaphatóak arra, hogy elmenjenek külföldi egyetemekre, a világ végére, ahol egyébként lehet, hogy a kutatási feltételek, vagy az oktatási feltételek sokkal jobbak. Nyilván volt kísértés. Volt kísértés, de igazából ezt nagyon hamar a feleségem elhesegette ezeket a kísértéseket, úgyhogy nálunk ez így igazán komolyan föl sem merült, hogy akár véglegesen, akár hosszabb tartós időre elmennénk. Két dolog. Egyrészt kijegyezem a dolgot, persze kicsit túlzok, tehát a felesége döntötte el, hogy nem mennek külföldre. Egy, kettő, miért nem? Voltunk külföldön összességében 4 évet, fiatalházasként először 3-at, akkor még gyermekek nélkül, és 2 gyerekkel voltunk 1 évet, körülbelül 5 évvel ezelőtt. Tehát ez még belefér. Én mindig úgy mentem el Magyarországról, hogy hazajövök. Tehát ezt lehet itt magyarkodni, meg mellett döngetni. Nekem nem ez volt egyszerűen motiváció, mert jól érzem itt magam. Na most akkor mondom az én élményemet. Fiatal kutatók. Hát ez magyarul azt jelenti, hogy gimnazisták nagyjából. Gimnázium és az egyetem határán, díjnyertesek. És én kérdezgettem őket, hogy mi lesz velük, hova mennek, mit csinálnak. És beszéltem a díjnyertesek közül mondjuk 6-8 emberrel, és az arányok úgy néztek ki, hogy 2 mondta azt, hogy itthon marad, jó, 2,5. És a többiek azt mondták, hogy külföldre mennek. És amikor azt kérdeztem, hogy mennyi időre és hogyan, akkor az volt a válasz, hogy az attól függ, mert ugye már a lehetőségek, az anyagi körülmények, egyebek. Ön is tapasztal ilyet, mint amit én most elmondtam? Tehát az ifjú hallgatók körében ennyire népszerű az, hogy külföldre menjenek?
Igen, igen, és ezért azt gondolom, hogy nem is lehet igazán őket hibáztatni. Tehát mindenki ugye a saját életét éli, és hogyha úgy dönt, hogy neki bármilyen okból az kedvezőbb, akár lehet az, hogy külföldön talál magának párt, akár lehet az, hogy bármilyen más személyes okból nem érzi magát jól Magyarországon. Tehát engem egyszerűen szorosan kötött a családom, szüleim, tehát 42 éves vagyok, de hála Istennek szüleim jó egészségben vannak, tehát emiatt sem merült föl, hogy elmenjünk, de azt gondolom, hogy a fiatalok körében ez a fajta, hát hogy a tartósan elvándorolnak, ez mindenképp szomorú, de önmagában azért nem lehet őket hibáztatni, hogy jól képzett nyelveket beszélő fiatalok azok kipróbálják magukat külföldön is. Na de én arra utaltam, hogy mondjuk volt olyan hölgy, aki azt mondta, hogy ő kimondottan arra fog törekedni, hogy a gyereke két nyelvű legyen, és én kérdezgettem olyanokat, hogy ott maradnak-e, és mondták sokan, hogy igen, persze, hát ahogy alakul a helyzet, ha ott többet fizetnek. Kérdezgettem olyanokat, hogy haza, meg család, hogy mondanak-e valamit ezek a fogalmak. Hát olyan kicsit válvonogatós volt a válasz. Igen, hát ugye a régi latin közmondás, csak magyarul tudom, hogy ahol jól élek, ott a hazám. Tehát ez sajnos ez nem egy mai gondolat, ez már egy néhány ezer éves gondolat, hogy emberek ezt megteszik. Mondom, én személy szerint nem szeretnék pálcát törni fölöttük, mindenki maga dönti el. Biztosan vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon megnehezül az, hogy Magyarországon képzeljék el ők a jövőjüket. Tehát én mondhatom azt is, hogy ez egy kegyelem, hogy nekem megadatott az, hogy hazajöjjek Magyarországra. Tehát olyan lehetőségeket kaptam, olyan támogatást kaptam a magyar kollégáimtól. Többek között azért is, tehát ugye ezért tenni is kell. Többek között azért is, hogy én magam is lojális voltam a Műszaki Egyetemhez, az itteni vezetőkhöz. Tehát adódott volna olyan lehetőség, amikor 2009-ben elnyertem egy Európai Uniós ilyen nagy grantnek hívjuk, tehát egy nagy pályázati összeget, ilyen több mint 1 millió eurót, akkor ezeknél a granteknél van arra lehetőség, hogy az ember szabadon válassza ki, hogy utána ezzel a granttel hova kíván menni. És sokszor a nyugati egyetemek versenyeznek is, különböző előnyöket próbálnak juttatni. Nekem föl sem merült, hogy nem Magyarországra jöjjek ezzel haza. Hát úgy elképzelem, hogy itt egy ember hoz 1 millió eurót. Persze tudom, hogy Nyugat-Európában talán bőkezűbben vannak ellátva, de hát még az viszonylag nagy pénz. Igen, ez egy komoly összeg, egy komoly lehetőség egy fiatal kutatónak. Én azt mondanám elsősorban, én azért jöttem haza ekkor, tehát 2009-2010-ben, mert éreztem azt a nagy erkölcsi támogatást, ami ehhez párosult. Tehát, hogyha azt mondom, hogy elmegyek egy nyugati egyetemre, ahol, hogy mondjam, sokadik professzor lettem volna, vagy sokadik kutató lettem volna. Ezzel szemben számomra az a társadalmi elismerés, például az, hogy most adok egy interjút a Katolikus Rádiónak, az is egy olyan pluszt jelent. Nem azért, mert én most itt a személyes szereplési vágyamat szeretném kitölteni, de azt gondolom, hogy azért ez mégis mindenkinek a szívét megmelengeti, hogy ilyen fajta elismeréseket is kap, ami nem feltétlenül anyagi természetű, hanem inkább erkölcsi és társadalmi. Akkor úgy kérdezem, ha elmegy valahova ezzel az 1 millió euróval, ott kiépít nyilván egy valamit, egy tanszéket kap, vagy valami laboratóriumot, vagy efélét, akkor sikeresebb lett volna? Akkor elmondhatta volna, hogy jobban ismerik külföldön a nevét, vagy a nagyvilágban a nevét, vagy messzebb jutott volna, többet megtudott volna a kutatásairól, mint így? Hát ezt sajnos nem tudom megítélni, tehát ilyen, hogy mi lett volna, ha ezeket a fajta kérdéseket nem szeretem, lehetséges, hogy előnyökhöz jutok. Külföldön nyilván sokkal nemzetközibb. Tehát én azért áldoztam ebből a pályázatból összegeket arra, hogy Magyarországra hozzak körülbelül az 5 év alatt 10 neves külföldi professzort, akik itt a diákjaimnak tartottak előadást, és tényleg a mi költségünkön, tehát egy szegény Magyarország vagyunk, mégis egy uniós pályázatból ide tudunk hozni professzorokat. Külföldön ez sokkal természetesebb. Tehát egy svájci egyetemre autentikusan adódik, hogy ezek a professzorok különösebb anyagi igény nélkül eljönnek, és ott tartanak előadást, ez nekik is elismerés. Most Budapestre úgy lehet elhozni egy professzort, ha kivizetjük a szállásköltségét, kap egy kis honoráriumot, megnézi Budapest nevezetességét, és így tovább. Tehát ezt csak azért mondtam példaként, hogy nyilván Magyarországon azért mi egy kicsit ugye mesdjén vagyunk, ezért ide nehezebb magunkat beállítani a nemzetközi élvonalba, tehát ebből a szempontból lehet, hogy igaza van ezzel a kérdéssel. De például az is egy pluszt jelent nekem, hogy itt mi a Műszaki Egyetemen nagyon jó és tényleg képzett, okos, tehetséges diákokkal tudunk együtt dolgozni, és az anyanyelvünkön, ami megint egy kis plusz. Most mondom ezt annak fényében, hogy én magam több idegen nyelvet beszélek, tehát angolul, külföldön éltem, tehát egy komoly Cambridge-i nyelvvizsgám van, németül folyékonyan beszélek, tehát a Bécsi Egyetemen ott is van egy ilyen címzetes állásom, egy úgynevezett magántanár, azt akkor adják, hogyha valaki bebizonyítja, hogy tud egyetemi előadást tartani. Tehát a német
az egy mindennapi munkanyelv. Franciából van egy felsőfokú szóbeli nyelvvizsgám, spanyolból egy középfokú nyelvvizsgám. Tehát a nyelvekkel nem állok hadilábon, mégis ezt inkább egy eszköznek tekintem arra, hogy tudjak a munkám során itthon Magyarországról kommunikálni. De azért hagyd tegyek annyit hozzá itt a hallgatók kedvéért, hogy mindez most már kezd nagyon-nagyon pátoszos lenni. Tehát én nem látom egyáltalán ebben az egész saját karrieremben azt, hogy én itt bármiféle óriási nagy gátakat, akadályokat küzdöttem volna le. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok lehetőséget és segítséget kaptam kollégáktól. Gondolkoztam, hogy 42 éves, és én készültem valamennyire, tehát próbáltam utána nézni az életrajzának. Én nem tudom, 31 évesen, vagy mikor lett egyet, jól mondom? 31 évesen lett egyetemi tanár, vagy túlzó? 37? 33 évesen habilitáltam, általában az az első lépés az egyetemi tanárság felé, de azt még a Bécsi Egyetemen, és ez volt, igen, 35 évesen lettem MTA doktor, az szintén még egy lépcsőfok, amit el kell érni, és 37 évesen lettem ténylegesen egyetemi tanár. Mikor volt mindenre ideje? Tehát még mellé tesszük ezt a négy nyelvet, amit megtanult. Jó, külföldön élt, persze, Németországban vagy Ausztriában elsajátított a német nyelvet, vagy stb. De mikor volt ez erre ideje? Volt fiatalsága, ifjúkora? Vagy mivel töltött az időt? Az egyetem alatt nagyon sokat tanultam, ezt mondhatom, de hát így kicsit így később, tehát én 28 évesen nősültem, azóta nagyon sok támogatást kapok a feleségemtől, tehát neki is nagyon sok köszönettel tartozom, tehát ő ugye a gyerekekkel otthon maradt, ő is kutató, tehát ő biológus, PhD-je van, tehát doktorátusa van biológiából. Ezek olyan jellegű támogatások, hát őt is meg lehet erről kérdezni, hogy mondjuk egy tipikus napom, manapság nem, mert én is öregszem, és néha este megiszom egy sört, és utána kisebb a munkakedvem, de mondjuk úgy azért az nagyon gyakori most is, hogy miután a gyerekeket letesszük, tehát mondjuk dolgozom 4-5-ig, miután a gyerekeket 8 körül letesszük, ideális esetben, utána még évfélig dolgozom. Tehát, de ebben nincs semmi, én nem találok ebben semmi különleges. Nagyon sok olyan kollégám van. Van egy kolléganőm, aki 3 gyerekes édesanyja is, és egyetemen dolgozik. Reggel 5-kor szoktam tőle leveleket kapni. Tehát este 8-ig kapok leveleket, ha valamint közösen dolgozunk, meg hajnal 5-kor. Tehát nagyon sok kollégámmal látom ezt a fajt. És utána nyilván 5-kor megint alább hagy a levelezés, akkor ő is elindítja a saját családját, és megy így tovább. Tehát nagyon sok olyan kollégám van, aki 4-5 gyerekesek itt a tanszéken, a kollégáim között mindenki szinte kivétel nélkül 3 gyerekes, 4-5 gyerekes kollégák is vannak, szintén egyetemi tanárok, docensek. Ezt egyszerűen a munka szervezésével mindenki megpróbálja megoldani. Szeret dolgozni? Bocsánat, buta a kérdés. De azon tűnődöm, hogyha az életünk mondjuk egyharmada a munka, hát most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és abban az egyharmadban valaki olyat csinál, amit úgy nem szeret igazán, az rettenetes lehet. És akkor persze mondom a választ, persze szeret dolgozni. Igen, de pontosan, tehát nem egyszerűen csak a munkát kell szeretni, hanem az a szerencsés ember, aki azt, amit csinál, azt nagyon-nagyon szereti. Tehát én igazából ezzel szoktam motiválni a diákjaimat, ezek ugye 20 év körüli emberek, akik rám vannak bízva, hogy a karrierükben segítsem őket, és hát nyilván ők a saját szorgalmukkal is hozzátesznek ehhez nagyon sokat. De a gyerekeimnek, ugye 11 éves a legidősebb fiam, nekik azt szoktam mondani, hogy gyerekek, ti azért tanultok, hogy olyasmit csinálhassatok, szabadon válasszátok meg magatoknak, amit utána jó szívvel, jó kedvel csináltok, mert sikeresek úgyis csak abban lehettek.
Mondta, hogy a legnagyobb fia, de akkor már a másik kettőt is. Ők hány évesek, fiúk vagy lányok? Igen, mindhárman fiúk. 8 éves a középső, tehát van egy László fiam, egy János, meg egy Márton. A Márton, ő 2 éves, tehát ő a legkisebb, most volt 2 éves, nem olyan régen. Miközben éli itt a műegyetemi tanárok életét, aközben az ember mindig elgondolkozik azon, hogy nehéz volt idáig eljutni? Vagy könnyű volt idáig eljutni? Vagy egyetem közben, amíg hallgató volt csak addig, szenetlapátolta a keleti pályaudvaron, vagy éppenséggel az egészet kirázta a kis ujjából, és olyanok, hogy nézett ki? Járt-e diszkóba például? Hát ha nem feltétlen diszkót, szórakozni. A diszkó az jó, hogy felmerült, mert jártam diszkóba csak éppenséggel dolgozni, tehát 3 éven keresztül egyetem mellett ott dolgoztam, így ruhatárba, WC-be, pultba, tehát ez éjszakai életben úgymond ott voltam. Ez egy elég komoly megterhelés volt annak idején, mert sokszor úgy volt, hogy péntek estétől vasárnap estig így 3 műszakot egymás után, nyilván kis pihenőidővel megszakítva, de azért dolgoztam, azért, hogy zseppénzem legyen. De azt gondolom, hogy ez a kisújból való kirázás, így nagyon érdekes kérdés, én is sokszor felszoktam magamnak tenni ezt a kérdést, hogy mi volt a különleges bennem mondjuk, vagy mi az, ami így igazán segített, és igazából nem jöttem rá semmire, tehát nem láttam azt, hogy így az elmúlt évekre visszagondolom, hogy bármi különleges olyan teljesítményt letettem volna, amivel ezt elérhetném, és ez egyben egy kicsit zavaró is, hiszen az azt jelenti, hogy most akkor ez valódi kegyelemmel, hogy idáig eljutottam, vagy az én szabad akaratom van-e benne, tehát ezek nehéz kérdések. Szóval, hogy szerencséje van-e, mázlista, csak úgy jött magától, vagy megdolgozott érte? Igen, katolikus rádióban ezt talán el lehet mondani, hogy én hasonló dilemmáim vannak manapság, amiket a lelki gondozó atyámmal szoktam megosztani, tehát hogy amikor az ember elér sikereket, akkor mi az, ami a saját szabad akarata, mi az, ami úgymond a tehetsége, vagy mindenben a Jóisten akarata van-e benne. Na de akkor az is egy kérdés lehet, hogy mi a siker? Tehát él egy ember, vannak gyerekei, van munkája, stb. Mi a siker? Mit nevez sikernek? Mikor érzi jól magát? Mit miért ad fel? A tudományos sikerért mit adna fel? Igen, ez ilyen mefisztói gondolat, ugye, hogy eladja az ember az a lelkét az ördögnek azért, hogy sikereket érjen el, és utána pedig hát jut, ahova jut. Nehéz definiálni a sikert. Ugye szerintem az a siker, hogyha az ember azt érzi a saját környezetében, bármit csinál, hogy megbecsülik, szeretik, tehát a gyerekei, a családja, a felesége, a szűkebb környezete, hogyha úgy érzi, hogy hasznos a munkája, tisztelettel gondolnak róla. Tehát én megmondom őszintén, hogy 5 éve, ha megkérdeznek, akkor azt mondtam volna, igen, az a siker, hogy az ember 37 évesen egyetemi tanár lesz valóban, aki ezt nem éri el, az lúzer, és kész. És... Ilyen határozottan mondta volna, hogy lúzer? Most szembe kell néznem régi önmagammal, igen. Tehát én felnőtt megtérő vagyok, ezt kijelenthetem, és nagyon sokat fejlődött a lelkem is az elmúlt években. Tehát most ebben nem mennék bele, hogy hogyan, meg miért, ez azt gondolom, hogy nagyon személyes, de hát én nem kaptam vallásos neveltetést, és valóban, hogyha visszanézek az életemre, akkor nagyon is voltak rendkívül arrogáns és önző élet szakaszaim. A Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Simon Ferenc, a Budapesti Műegyetem fizika tanszékének a vezetője.
Mit adott a család? Mit adott az iskola? Mindig, ha valaki sikeres a munkájában, akkor sokszor van ott egy tanár például, egy gimnázium, akár általános iskola is. Van ilyen példakép, ha úgy tetszik? De ez elavult szó, tehát már nem is szabad ilyeneket kérdezni szinte, pedig. Azt gondolom, hogy nem is annyira példakép, hanem ami meghatározó, tehát az életnek a bizonyos fordulópontjai, nálam is azért ezek megvannak. Tehát én egy aránylag, nem mondhatom, hogy gyengébb, vagy nem olyan jól működő általános iskolába jártam a 20. kerületbe, tehát ott is az egyik leggyengébb iskolába, a 20. kerületről, aki ismeri, az tudhatja, hogy nem budai elit iskolák vannak ott. Viszont utána az akkori igazgatónőnek a segítségével úgymond, aki egyetem rányította a szememet, hogy jó középiskolába menjek, akkor a Fazekas gimnáziumba jártam ott speciális matematika tagozaton, ami az egyik legnehezebb iskola ugye Magyarországon. Na de el kellett oda jutni. Hát hogy került be? Hát felvételi volt már 1992-ben is, tehát ez lényegében ez egy nyitott verseny, ha úgy tetszik. Tudta annyira a matematikát, vagy az eredményei, az iskolai eredményei legalább ennyire jók voltak abból az nem elit általános iskolából? Igen, tehát ebből a szempontból valószínűleg ott volt a tehetség. Álszent lennék, azt mondanám, hogy csak szerencsém volt, nem. Hát nyilván tehetséges voltam matematikából. Amit igazából köszönhetek ennek, ez maga ez a rendszer, hogy legalábbis 1992-ben még egy aránylag rosszabb középiskolából, vagy egy rosszabb általános iskolából is el lehet jutni egy elit gimnáziumba. Nem vagyok biztos benne, hogy ez manapság így van, nem kell esetleg annak az elit gimnáziumának a fizetős, felkészítő szakkörére járni, és így tovább. Tehát ilyen történeteket hallok manapság. Ez 92-ben másképp volt. Én ismertem öreg egyetemi tanárokat, vagy műegyetemi embereket, akik azt mondták, hogy egyre rosszabb, tudnilik a hallgatóság, egyre rosszabb, egyre gyengébb tudással érkeznek. Ezt mondták mondjuk 1980-tól kezdődően folyamatosan, gyakorlatilag napjainkig. Ezt ön is így látja? Igen, ebben azért részben benne van az is, ez a mi időnkben minden másképp volt. Tehát az öregek szokásos zsörtölődése. Nehéz persze ezt objektíven megítélni. Ugye azt lehet látni, hogy a diákoknak a száma is megváltozott, hogy sokkal többen juthatnak el a felsőoktatásba, mint mondjuk 1992-ben. Ennek megfelelően nyilván előfordulhat, hogy aránylag kevésbé tehetséges emberek is hozzájuthatnak a felsőoktatáshoz. De én elsősorban a problémát inkább a motiváció, illetve annak a hiányában látom. Tehát ugye gondoljunk arra, én próbálom a fiatalok szemén átnézni. Tehát ugye fiatalokat tanítok, 18-19 éveseket, 17 évesekkel is foglalkozom tehetséggondozás keretében. Azt azért látni kell, meg hát a saját gyerekeim kapcsán is, azt azért látni kell, hogy a mai fiatal iszonyatos mennyiségű ingerhez jut, ami 20-25-30 éve nem volt. Tehát nagyon nehéz nekik szelektálni abban, hogy mi az érdekes tudás, mi a hasznos tudás, mire lesz később szükségem. Hogy mondjak egy konkrét példát. A saját diákjaimnak, akiknek fizikálódást tartok hőtanból, a hőtan az egy aránylag régi, lezárt terület a fizikának, ilyen gőzgépekre és társaira kellene gondolnunk. Én azt szoktam mondani a saját előadásomon az elején a diákoknak, hogy én abszolút megértem őket, nagyon nehéz ezeket a tárgyakat, ezeket a pláne a fizikának egy aránylag régebbi területein hallgatni, hiszen mondjuk 20 éve az az ember számított műveltnek és intelligensnek, aki minél több lexikális tudással bírt. Most manapság mindjárt zsebében ott van a mobiltelefon, ami hogyha eszembe jut bármilyen téma, akkor rákeresek, és egy Wikipedia szócikken többé-kevésbé helyes információt találok, nyilván nem mindig korrekt az információ, de egész egyszerűen az én koromban még, akkor még ott volt az új a lexikon, az volt a tudás, aki kicsit leegyszerűsítve abból minél több szócikket tudott, az volt az intelligens, művelt ember. Már ez ugye megváltozott, és emiatt a diákok is egyszerűen nem tudnak választani, hogy mi számukra érdekes, és ezért lehet, hogy kicsit gyengébb, és főleg kevesebb lexikális ismerettel érkeznek hozzánk. Na de ez a régi dilemma, hogy akkor most ezt talán már Szent Györgyi Albert megmondta, hogy nem kell annyi mindent megtanulni, hanem oda kell nyúlni, ő még úgy mondta, hogy a polcra levenni a megfelelő könyvet. De a dolog másik oldala, hogy valójában az emberi elme szinte a végtelenségé, kicsit túlzok, terhelhető. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni, és aki ezt nem teszi meg, az azt is el fogja felejteni, mondja a másik vélemény, aminek egyébként utána nézett. Tehát valamit kell tudni ahhoz, hogy eligazodjak ott az interneten, a nem tudom minek a tengerében. Ön ezzel hogy van? Most ha azt mondom, hogy megtanult 4 nyelvet, ami önmagában egyfajta lexikális tudást jelent, akkor mindjárt mondom, hogy valahol félúton van, de mi a vélemény erről? Igen, én is így gondolom, hogy az igazság félúton van. Tehát a kérdés másik fel, amit szintén el szoktam mondani a diákjaimnak, hogy attól még, hogy
én megértem őket, hogy nagyon nehéz manapság lexikális ismereteket felszedni. Egész egyszerűen az egyetemi képzésünk úgy alakult, hogy van egy minimum, amit mi elvárunk a hallgatóktól, ebből vizsgáztatjuk őket, és ezek azt próbáljuk meg igazából jól körülírni azt az ismerethalmazt, aminek a révén, ahogy ön is mondja, majd magabiztosan tudnak az interneten utána eligazodni, vagy szelektálni a jó és rossz információ között. Tehát ténylegesen nem azt mondom, hogy a lexikális tudás hiánya az manapság üdvözítő, inkább azt, hogy én igazából megértem a diákokat, tudok velük olyan szempontból azonosulni, hogy gondoljuk arra, hogy ez a korosztály, akik most lesznek 18-19 évesek, ők már azon nőnek föl, hogy iszonyatos inger özönben kapcsolgatják a tévét, kapcsolgatják a tabletet, egyszerre háromfele akarnak figyelni, valójában sehova sem figyelnek, tehát én ezt sajnos a saját gyerekeimben látom, annak ellenére, hogy próbáljuk őket nyilván úgy nevelni, hogy ne a tableten nőjenek fel, hogy az legyen az egyetlen szórakozásuk. Egyszerűen ez magától kialakul, az a gyerek menő, aki ilyen, és épp ezért azt, hogy leüljünk egy tankönyv elé, és ott szépen magoljuk át, akármilyen szép lesz az a tankönyv, akármilyen szép képek lesznek benne, nagyon nehéz erre rávenni őket. Na most persze leragadunk egy kicsit ennél a témánál, és sok mindenről lehetne beszélgetni, de újabb és újabb dolgok jutnak eszembe. Egyrészt azt mondta például egy jogász professzor egy interjúban, hogy ma sokkal nehezebb egy jogi előadást tartani, mert képtelenek úgy megjegyezni a dolgokat a hallgatók, mint régen. Na most egy jogi terület, ott nyilván nincsenek villogó képek és egyebek, tehát gondolom, hogy száraz tananyag. Azt mondta, hogy 20 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt. Ön érzékeli, hogy 20 évvel ezelőtt könnyebb volt? Jó, 20 év meg akkor még csak 22 volt, de mégis érzékeli az idők változását, hogy egyre inkább kell valami varázslatot produkálni egy ilyen előadáson? Én továbbra is az egyetemi előadásaimat, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor először elkezdtem tanítani, ugyanúgy táblánál tartom. Nagyon sok kollégám van, aki áttért ezekre a modernebb ilyen prezentációk, ilyen PowerPoint-os előadásokra. Én azt azért nem szeretem, és ott aztán persze nyilván gyönyörű animációkat, képeket, akár zenét lehet mutatni. Én ezt azért nem szeretem, mert ezt nem én találom ki. Lehet azt tudni, hogy amikor a diákok és a tanár is rá van arra kényszerítve, hogy együtt írjanak a diák a füzetébe, vagy a tanár a táblára, akkor egyrészt ennek a kommunikációnak a sebessége az adott lesz. Aki prezentációt tart, hajlamos arra, hogy a gyönyörű ábrákon végigrohanjon, és esetleg fontos információk elsikadjanak, mondván, hogy úgyis ott van az anyagban az fontos információ, a diákok töltsék le, nyomtassák ki maguknak, tanulják meg. Tehát egyrészt a sebesség, a másrészt pedig az, hogy ez egy ilyen tanulás, egy ilyen kognitív része az emberi pszichének, hogy sokkal jobban rögzül az, amikor egyszerre szimultán fogadja be vizuálisan a dolgokat, a hallásával befogadja a dolgokat, és miközben még ír is. Tehát ezt szintén nem én találom ki. Ez az, ami igazából nekem legalábbis a hagyományos táblánál írós előadások mellett teszi le a voksot. Na de a diákok, ők mire írnak? Kézzel írnak? Füzetbe? Vagy éppenséggel laptopot használnak? Esetleg levideózzák az előadást? Igen, én mindenfélével találkoztam már. Tehát van, aki igényt tart arra, hogy legyenek PowerPointos előadások, amiket ők maguk csak néhány jegyzettel megtüzdelnek. Van, aki ezt a hagyományos módszert követi, mint én is. Tehát én írok akár a táblára is színessel. És ha úgy vesszük, egy csomó felesleges munka, hiszen minden évben teleírom ugyanazt a táblát, nagyjából hasonló szöveggel, néha eszembe jutnak új dolgok, mekkora pazarlás, ugye? Mondhatnánk, egyszer elég lenne elkészíteni a PowerPointos fóliákat, meg hát vannak is ilyenek, mert tavalyi előadások elérhetőek a honlapjainkon, tehát a tavalyi nagyon szépen jegyzetelő diákoknak a jegyzetei úgy elérhetőek, mégis egyszerűen ez a tanulási folyamat, ez így alakult ki, és ennél jobb módszer szerintem nincs, mint hogy a diákok szépen beülnek az iskolapadba, és ők úgymond ezért kapják a fizetésüket, illetve hát a társadalomtól nyilván a támogatást, hogy néhány évig nem kell dolgozniuk, szüleik eltartják őket azért, hogy ezt megtegyék. Na de mondjuk a Bécsi Egyetemen ugyanígy ad elő, ugyanígy táblánál színes krétával? Na, ez egy elég jó kérdés, és provokatív is. Igen, ott megcsináltam én is a PowerPointos fóliáimat. Mondhatjuk azt, hogy ők már előrébb járnak, nem tudom. Bocsánat, tehát az előbb azt mondta, hogy ragaszkodik ehhez, mert ez a jobb. Most akkor előrébb járnak, vagy sem? Igen, azért is mondom, hogy egy kicsit provokatív kérdés volt, mert ugye nem lehet összehasonlítani. Amikor ott tartottam az előadásomat németül, akkor nyilván én is nagyon izgultam, és egy kicsit ez a PowerPointos előadás ugye a német szakkifejezésekkel, mint egy sorvezetőként ott volt, és az nekem is segített. Tehát azért mondom, hogy nem egy az egyből összehasonlítható. De most, ha kellene egy egyetemi előadást tartanom, most már az évek óta nem tanítottam ott, amikor habilitáltam, akkor tanítottam egy kurzust. Most már tudok előadást tartani németül is, legutóbb a volt főnökömnek a születésnapjára kellett egy előadást tartani. A fóliák angolul voltak, én németül beszéltem, tehát most már ez kevésbé okoz gondot.
én nekem is fejlődött kicsit a nyelvtudásom még azért az elmúlt években, illetve csiszolódott. Tehát, hogyha visszatérünk erre, hogy anyanyelvi tanár tart anyanyelven a diákoknak, akkor ez szerintem megfelelőbb ez a hagyományos tábla, úgy hívjuk mi, hogy tábla fizika, amit tanítunk. Egyébként miért került Bécsbe annak idején? Elvégezte az egyetemet, jó, fazekasba járt középiskolába. Pillanatra maradjunk a fazekasnál. Igen. Ott volt olyan tanár, akire azt mondta, hogy igen, ő meghatározó az életemben? Igen, a matematika tanárom Surányi László, illetve a fizika tanár Horváth Gábor, tehát ők azok, akiktől nagyon sok tudást kaptam. Mivel egy nagyon gyengébb iskából jöttem, ezért az első két évben azért voltak problémáim, mondhatjuk így, tehát nagyon aránylag rossz jegyeim voltak, nem tartoztam a legjobbak közé, ez hozzátartozik a történethez. A másik dolog, hogy egy jó iskolában azt szokták mondani, hogy a diákok húzzák egymást. Voltak olyan osztálytársai, vagy évfolyamtársai, akik úgymond nagy emberek lettek, ismert emberek lettek? Igen, vannak többen is, tehát akik sikeres matematikusok lettek, illetve hozzám hasonlóan fizikusok, orvosok, én róluk tudok is. Azt mondanám, tehát így rosszul hangzik ez, hogy nem méregetjük egymást igazából, amikor találkozunk, osztálytalálkozón, akkor azért mindenki tudja mindenkiről, hogy hova jutottál. Én egy dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban, az emberek húzzák egymást, és hogy ki milyen tehetséges. Nekem az nagyon nyomasztó volt, hogy velem együtt még egy osztálytársam, aki azóta is a legjobb barátom, voltunk mi ketten, akiknek egyik szülőjének sem volt diplomája. Tehát azért a fazekas gimnázium az 92-ben is egy elit gimnázium volt, nagyon sok osztálytársam volt, akinek két matematikus szülő, két fizikus szülő ilyen háttérre jöttek. Hát én ezt egyáltalán nem szégyellem, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy én nem értelmiségi szülők gyerekeként értem el, amit elértem. Édesapám szabó, édesanyám könyvelő, tehát ez inkább csak a büszkeségemet növeli. Egy zárójeles kérdés, azért egy férfi öltönyt ki tud szabni? Ön? Én nem, de nagyon sokat segítettem édesapámnak a szabás folyamatában, az úgynevezett terítés során, de én magam ezt nem tanultam meg. De géppel vanni tud? Volt egy idő, amikor tudtam. Édesapám megtanított erre, hogy hogyan kell nagyon egyszerű dolgokat varni, de most azért egy kesztyűt talán még igen, de egyéb bonyolultabb dolgokat nem mennék vállalni. A kesztyű szerintem bonyolult, de ez csak zárójel. A könyvelés nem kérdezem. Na de a fazekasba kinézték egy kicsit, önt meg a barátját? Ráadásul nem a legjobb általános iskolából jött, nem volt a legjobb tanuló egy ideig. Érezte? Igen, ezt éreztem. Ráadásul a szüleim, ők nem vidékről származnak, de nagyon sok vidéki rokonunk van, és amiatt otthon a családban néhány ilyen egyszerű vidéki fordulat, inkább így mondanám, beszélnek mai napig, és én is úgy beszéltem, és ezért nagyon fura volt, amikor úgy mondanám röviden, hogy a budai elit gyerekek azok ezt így szóvá tették, hogy miért mondod azt, hogy aztat, meg eztet. Hát mi így beszéltünk otthon. Hát most lehet ezen viccelődni, meg lenézni az embert, ha egyszer valaki így beszél, én azóta is azt gondolom, hogy a magyar nyelv az nagyon gazdag, lehet azt mondani, hogy valaki bunkó, hogyha az ikesigéket rosszul használja. Én akkor így beszéltem, ez zavaró volt, szóvá tették, leszoktam róla. Harc volt egyébként ott az osztálytársakkal? Tehát volt egy ilyen bizonyítási kényszer, vagy...
Szerintem mindenkiben megvolt ez a bizonyítási kényszer. Én mondjuk egy évig nem éreztem ott elég, vagy nagyon nem éreztem jól magamat. Édesapám föl is ajánlotta, hogy ő inkább átvisz egy másik iskolába, de az már említett matek tanárom inkább azt mondta, hogy hagyjadjanak nekem még egy esélyt, úgymond, hogy ott maradjak. Ezek már igen elég régi dolgok, és érdekes egyébként, hogy amikor ez elő szokott kerülni ezzel az említett barátommal, Fog Péternek hívják, ő aki egyébként nagyon sikeres lett üzletéletben, igazából nevetni szoktunk ezeken a régi történeteken most már, az idő mindent megszépít. Másfelől meg, ha így visszagondol rá, azért érzi a tanár felelősségét? Most ön tanít egyetemen diákokat. Eszébe jut időnként, hogy hogyan is volt önnel, és ez hogyan hat a mára? Igen, én ebből nagyon sokat tanultam, tehát nem szeretnék konkretizálni, hogy kitől mit, illetve negatív vagy pozitív értelemben, de pont a középiskolás tanárom között volt, akinek kifejezetten úgy éreztem, hogy nem professzionális a viselkedése. De ez betudható annak is, hogy egy középiskolában nagyon személyes kapcsolat alakul ki a diákok és a tanáraik között, amikor 4 évig heti mondjuk 10 matek órájuk van. Tehát ott a matematika tanár nagyon személyes kapcsolatot, és mondjuk esetleg nem a legmegfelelőbb módon szeretném motiválni a diákjait. Tehát ennél többet nem mondanék erről, de én ebből nagyon sokat tanultam, és később is az egyetem alatt is a kollégáimtól, hogy amitől én rosszul éreztem magam, ugyanezeket a hibákat ne kövessem el az egyetemen. Mondok még egy-két extrém példát, ami azért annak ellenére, hogy egy egyetem műszaki egyetem megpróbál professzionális lenni, mégis elkövetnek bizonyos kollégáim ilyen hibákat. Tehát az egyik, ami szerintem elkerülendő, és én nyilván így próbálok viselkedni, az az, hogy az előadásokon politizáljunk, életmódról, életszemléletről beszélgessünk, szexisták legyünk, tehát konkrétan azt jelenti, hogy van, aki akkor érzi jól meg át a katedrán, hogyha a hölgy hallgatókat azt alázhatja, hogy milyen kis butuskák vagytok, tehát ez is távol áll tőlem, pláne olyan helyen, ahol kevés hölgy van, tehát pont, hogy örülnünk kell, hogy milyen jó, hogy néha jönnek fizikusnak hölgyek is. De ezek felelhetőek, és manapság ugye nagyon óvatosnak kell lenni minden tanárnak, hiszen a YouTube-ra hamar kikerülnek ezek a videók, és aki rákeres arra, hogy most nem szeretném erre felkérni a hallgatókat, de rákeres arra, hogy YouTube, BME, tanár előadás, akkor bizony fog találni nem helyén való előadásokat. Ezektől szerintem tartózkodni kell, és én igyekeztem számot vetni azzal, ami nekem nem tűnt kellemesnek, és mondhatom azt, hogy én tudatosan igyekszem ezeket a dolgokat kerülni, de egyébként is távol áll tőlem, csak azt gondolom, hogy olyan képet kell sugározni mindenkinek, aki egy egyetemen tanít, hogy hát itt egy professzionális, és hát a diákok érdekében történik minden, egy előadás is, nem pedig azért, hogy a tanár egóját az fényezze. Egyébként fönt van valamelyik előadás a YouTube-on? Találkozott vele? Magamra nem kerestem rá, de nem hiszem egyébként, mert nem tartok olyan extrém előadásokat, vagy extravagáns előadásokat, amik átlépnék ezt a fajta inger küszöböt. Rádióban. Műsorunk vendége Simon Ferenc, a Budapesti Műegyetem fizika tanszékének a vezetője. Egy pillanatra arról, hogy mit is csinál, mert itt beszélünk egyetemről, oktatásról, tanulásról, stb., de hát önközben fizikus, és a fizikának egy olyan területével foglalkozik, ami egy átlagember számára alig, hanem nehezen értelmezhető, vagy nem megszokott, vagy szokatlan. Nanofizika? Mondják ezt így, hogy nanofizika? Igen, használják ezt szót, hogy nanofizika. Lényegében arról van szó itt, hogy
körülbelül 20 éve a fizikának kialakult ez az új ága, amit ugye nanofizikának nevezünk. Ez lényegében egy olyan területet próbál kiaknázni, ami az anyagoknak az extrém kicsi méretskáláján történő manipulálását, illetve felhasználását célozza. Az ötlet maga az nem új. 1950-es években Richard Feynman szokták idézni, aki állítólag egy híres előadásában azt mondta, hogy nagyon sok hely van még odalent. Ezzel arra utalt, hogyha ezt a hagyományos mérnöki szemléletünket fizikusok is akár félreteszik, tehát hogy az anyagot föntről lefelé munkálják meg. Mit értek ezzel alatt, hogy föntről lefelé? Ez azt jelenti, hogyha veszek egy darab vasat, és azt elkezdem esztergálni, akkor egyre kisebb vasdarabok lesznek belőle, ebből tudok áramköröket építeni, és így tovább. És maga a nanofizikának az ötlete pedig az, hogy próbáljuk meg az atomok szintjén, atomok vagy molekulák szintjén őket rábírni arra, hogy olyan struktúrákba rendeződjenek, amik számunkra kedvezőbb, és ettől új anyagtulajdonságokat, új eszközöket kapunk, és ez a megközelítés, amit alulról fölfelé történő építkezésnek nevezünk. Tehát ez a nanofizika alapötlete. Jó, ebből következik az, hogy ez szemmel nem látható méret, tehát ez a pici, ez szemmel nem látható méret. De mire jó ez? Tehát valami konkrét példát, ami az életünket befolyásolhatja valamilyen módon? A mostani számítástechnikai eszközök, amiket használunk, azok olyanok, hogy ez az úgynevezett csík méret bennük, vagy csík szélesség, az azt jelenti, hogy mi az a legkisebb alkotó eleme a számítógépek processzorain belül, ami ugye mondjuk képzeljünk egy drótot, ami összeköt két alegységét a számítógépeknek, ez körülbelül 40 nanométer széles. Ezt a 40 nanométert, ezt ugye úgy lehet felfogni, ugye egy nanométer az az egy méternek egy milliárdomod része, kicsit tegyük képbe, egy hajszál az körülbelül emberfüggő, de olyan 10 és 100 mikron közötti vastagságú, ez még annak az ezred része. Tehát egy hajszál méretének az ezred részéről beszélünk. Nyilván, ahogy ön is mondta, nem lehet ezeket szabad szemmel látni, de ez a mindennapjainkban ott van. Tehát mindenkinek a mobiltelefonjában egy körülbelül egy ilyen 40-70 nanométer közötti csíkszélességű processzor van. Már akinek egy okos telefonja van a hagyományos telefonokban, ez mondjuk nem 70 nanométer, hanem 200 nanométer, de mindenképp ez az a méret tartomány, ahol már kezd összemérhető lenni az atomok méretével. Ugye egy atom, az a következő kérdés, ugye, hogy mekkora egy atom. Tehát egy atom az körülbelül a nanométernek durván a harmada vagy tizede, attól függően, hogy mekkora atomról beszélünk. Tehát ez a 40 nanométer, ez még mindig az a mérettartomány, ami néhány száz atomnyi nagyságot jelent, de a fejlődése az elektronikának, azt úgy szoktuk mondani, hogy exponenciális, úgynevezett Moore törvény, erről szerintem nagyon sok hallgató már hallott. Ez azt jelenti, hogy lényegében a méret az nem egyszerűen lineárisan csökkent, tehát hogy egyik évben 40, utána 39, 38 és így tovább, hanem mondjuk két évente megfeleződik ez a méret. Tehát két év múlva már 20 nanométeresek lesznek. És akkor mondjuk ha kutat, és tudományos eredményeit publikálja különböző válogatottan színvonalos lapokban, most nem ironizáltam, bocsánat, lehet, hogy úgy tűnt, akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy eljut mondjuk az ön publikációja, vagy az egyetemi kollégáinak a publikációja a legszínvonalasabb európai vagy amerikai lapokba? Igen, eljut. Az ember élete során ezek ilyen kiemelt események. A fizikán belül, ami csak fizikával foglalkozik, a legrangosabb folyóirat, az úgynevezett Physical Review lett ez, az amerikai fizikatársulatnak a folyóirata. Nekem ebbe kb. 20 cikkem jelent meg, tehát ezek mindegyik cikk, ez egy kisebb fajta ünnep volt. Egy másik hasonlóan rangos... Bocsánat, igen? Ez sok? Lehet, hogy egy műegyetemi professzor vagy bárhol Európában egy professzor leéli életét úgy, hogy nincs ilyen publikációja ebben a bizonyos Physical Review-ban? Azt azért nem hinném. Ez inkább egy átlagos teljesítménynek tekinthető, talán egy jó átlagosnak. A másik folyóirat, amire ugye mindenki ácsingózik a köreinkben, azok a úgynevezett vezető interdisziplináris folyóiratai a világnak, ez az amerikai Science, illetve a brit kiadású Nature folyóirat. És ennek a Nature-nek ugye ez lényegében tényleg az, ami minden fizikusnak, illetve minden kutatónak az álma, hogy cikke jelenjenek meg a Nature-ben. Nekem itt még nem jelent meg cikkem. A Nature-nek vannak ilyen kisebb szakfolyóiratai, az egyik ilyen az a Scientific Reports. Tényleg erre pont a múlt hét péntekén kértek föl a Scientific Reports-nak a szerkesztője, hogy legyek én is tagja az újság szerkesztő bizottságának. Tehát ez egy nagyon friss dolog. El is újság voltam mindenkinek. Na, ez azt szokták mondani, hogy a szerkesztő bizottság dönti el, hogy milyen cikkeket jelentetnek meg. Tehát valaki elküldi az újságnak, és akkor őt elbírálják. Na most, ha önt meghívták egy ilyenbe, az elég nagy szó.
Igen, igen, én is nagyon örültem neki, rögtön elújságoltam, aki a környéken volt mindenkinek, mondhatjuk, ez is egy emberi gyengeség, de igen. Viszont visszatérve arra, hogy eljuthatnak-e a cikkeink, és hogyan jutnak el a cikkeink. Tehát eljutnak, de nyilván sokszor van, amikor mi is bosszankodunk, hogy egy cikket, amit mi úgy ítélünk meg, hogy egy adott újságban jó, végül mégis visszautasítják. Ez része ennek a procedúrának, hogy az embernek a tudományos munkája hogyan jelenjenek meg. Azért azt el lehet mondani, talán ez elég objektív, hogy azt látni kell azért, hogy Magyarországról egy kicsit nehezebb azért publikálni, mint mondjuk egy neves nyugati egyetemről. Tehát mondjuk azt írja, hogy a Bécsi Egyetem tanára, akkor könnyebben eljut a cikkje, mint hogyha azt írja, hogy a Budapesti Műegyetem professzora? Hát nálunk a legtöbb cikk azért kollaborációban születik, tehát nagyon sok külföldi kollégánk is van. Igazából azokra a cikkeimre vagyok a legbüszkébb, amit kizárólag magyar kollégákkal együtt csináltunk. Tehát van néhány ilyen, a már említett Physical Review letteezben megjelent cikkünk, amit csak magyar kollégák jegyzünk. És ilyen egyébként aránylag kevés van. Tehát Magyarországról most nem akarnám a kollégámat megbántani, de azt gondolom, hogy néhány tízes nagyságrendben mérhető az egy évben a Physical Review letteezben megjelenő csak magyar szerzők által jegyzett közleményeknek a száma. Tehát ez azt gondolom, hogy ez tényleg az, amire méltán lehetünk büszkék, hogy láthatóan kizárólag magyar eredmények. Persze a tudomány az nemzetközi, tehát nem azt akarnám mondani, hogy nekünk megint csak magyarkodnunk kell és kizárni a külföldieket ebből, de azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb eredmény, mint amikor a jól futó nyugati egyetemen dolgozó professzoroknak az oldalvizén evezve juttatunk el közleményeket. Pillanatra megfordítom a dolgot, és tényleg csak egy fél perc is kitérő. Hogyha azt nézzük, hogy a diákok milyenek, ugye szó esett arról, hogy a diákok is húzzák egymást, de hogyha külföldi diákokat tanít, meg nyilván magyar diákokat is tanít, de elég sok külföldit, mások ők? Máshogy kell őket tanítani? Más dolgokra helyezi a hangsúlyt? Egyáltalán van egy különbség? Pontosítanom kell, mert itt Magyarországon a Műszaki Egyetemen legalábbis fizikus hallgatók között nincsenek külföldi diákink. Ez egy nagy probléma egyébként. Tehát ez, azt hittem, hogy van. Nem, ez egy deklarációja a fizika intézetnek, hogy nemzetközi esedjünk, így hívjuk ezt a dolgot. Tehát épp ezért például a kétszintű képzésben a mesterképzésünket azt elindítjuk angolul is. Én vagyok az egyik igazgatóhelyettes a fizika intézetnek. Ez egy nagyon fontos célunk. Tehát erre nyilván megvannak az adottságaink, de azt látni kell, hogy hogyan tudjuk a képzésünket vonzóvá tenni egy külföldi számára. Ez nagyon nehéz. Sok megkeresést kapunk Közel-Keletről például, akik mondjuk hajlandók lennének fizetős képzésbe jönni. Én nem tudom igazából, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Illetve van most már egy új ösztöndíj programja a magyar államnak, ezt úgy hívják, hogy Stipendium Hungaricum, ami deklaráltan ezt próbálja meg elősegíteni, hogy külföldiek ide Magyarországra jönnek. A magyar diákok kapcsán azt tudom elmondani, hogy igen, ezek valóban tehetséges emberek. Én inkább fordítva próbálom őket segíteni, hogy ők jussanak el nyugati egyetemekre. Tehát a csoportomban, akik dolgoznak diákok, ők rendszeresen el is jutnak. Például mondjuk kb. 10 diák dolgozik most velem, különböző szinteken, tehát vannak közöttük doktoranduszok, alap, illetve mesterképzésben résztvevők, és ők lényegében mindjárt eljutnak egy-egy hónapos nyári külföldi gyakorlatra. Most, hogyha mondjuk 20 év múlva találkoznánk, és föltenném a kérdést, hogy mennyire elégedett. Hát persze most úgy kéne föltennem a kérdést, hogy mit szeretne elérni? Mi a cél? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindenkinek vannak titkos és nem titkos vágyai, tehát én most nagyon jól érzem magam abban, amit csinálok. Ami cél talán az, hogy egy nehéz kérdés, ugye, hogy szakmailag a saját család életemben, vagy hol. Tehát vonogatom a vállamat, nem látják a hallgatók.
Szakmailag most kezdtük el ugye a Magyar Tudományos Akadémiának ezt a lendület pályázatát, ami 4 évig tart még, tehát azt szeretném sikerrel lezárni. Azt gondolom, hogy azt egy fontos sikernek tekinteném. Egyik fontos dolog, amit meg kellene tennem, ami jó lenne, ha meg lenne, hogy a megfelelő utódom, illetve utódjaim ki legyenek nevelve. Ezt egy régi tanárom mondta, hogy senki nem jó kutató, illetve vezető, addig, amíg a saját utódját ki nem neveli. Ez mindenképp egy fontos dolog, hogy úgy el tudjak fiatal kollégákat indítani a pályán, akik most nem is annyira konkrétan, hogy az én utódom legyenek, de akik stabilan, magabiztosan dolgoznak kutatóhelyeken. És hát magam is egy ilyen sikeres, jól működő laboratóriumot szeretnék működtetni a továbbiakban is. Van néhány nagyon konkrét célom, amikhez nehezen jutok hozzá. Tehát például van a fiókomba, illetve a fejembe terv 2 nagyobb lélegzetű ilyen összefoglaló cikkre, tehát nem egy ilyen néhány oldalas, hanem egy ilyen 50 oldalas cikkre, aminek a vázlatai már megvannak, ezeket le kellene írnom. Nagyon szeretnék egyszer egy monográfiát is, tehát egy könyvet készíteni az egyik kutatási területemről. Ez egy nagyon nehéz és hálátlan dolog, olyan értelemben hálátlan, nagyon sok munka. Ezt kevesebben hivatkozzák, tehát nálunk ugye a hivatkozás a fokmérője annak, hogy kinek milyen hatékony volt a munkája, ezért jogdíjakat szoktak kapni, de nem a jogdíjakért írják az emberek ezeket a munkákat, de azt gondolom, hogy ez az, amit igazán le tud tenni úgy maradandóan az asztalra, hogyha egy monográfiát készít.